Köszöntöm nézőinket! A Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Támogatásokról és segélyezésről is döntöttek a képviselők. Bárka művészeti szalon kiállítás nyílt a Magházban. Bronzérmet szereztek a tolnai röplabdás lányok. Rövidesen újra teljes szépségében látható a Mercel-kert. A szociális támogatások mértékének emeléséről és a civil, valamint sportszervezetek támogatásáról is döntött Tolnaváros képviselőtestülete. A határozatok értelmében jelentősen nő a rászorulóknak nyújtható segélyezés mértéke ebben az esztendőben. Apelszofer Ágnes polgármester értékelőjében beszámolt arról a folyamatról is, amely az ukrán válság menekültjeinek megsegítésére szerveződött Tolnán. Ez a bekötő út, mely a Szedvesi utca nevet viseli, és jelenleg jelentős részén nincs közvilágítás. A tolnai testület legutóbbi ülésen döntött a helyzet megváltoztatásáról. Itt az előzetes előkészítő munkálatok folynak, tehát most arról döntöttünk, hogy megterveztetjük. Korábban felmerült annak a lehetősége, hogy napelemes közvilágítási lámpatesteket helyeznénk ki, de a környező települések tapasztalatai alapján mégiscsak úgy gondoltuk, hogy nem az a megfelelő megoldás, tehát rákötjük a hálózatra, és ugyan ledes, modern kandeláberekről és lámpatestekről beszélünk. Nagyon sokan futnak, kerékpároznak, az ő biztonságuk érdekében is fontos cél az, hogy ott biztonságos közvilágítás legyen. A város anyagi helyzete megengedi, hogy az eddigiektől jelentősen megnövekedett forrásból támogassák a szociálisan rászorulókat, mondta Apelszofer Ágnes. Ennek megfelelően duplájára emelkedtek a támogatási mértékek. Szinte kivétel nélkül minden támogatási forma duplájára nőtt, kivéve a tűzifát, mert az majdnem a négyszeresére, tehát eddig 12 000 forint volt a tűzifa segély, amit utalványban adtunk ki, és ez most 40 000 forint lesz. Tehát úgy lehet számolni, hogy azok, amik korábban 5 000 forintos, negyed évente 5 000 forintos támogatási összegek voltak, ezek a duplájára nőttek. Nagyon fontosnak tartotta a képviselőtestület, hogy valódi segítséget tudjunk nyújtani a rászorulóknak. Éppen ezért a jövedelemhatáron is módosítottunk, és alacsonyabb összegben határoztuk meg azt az összeget, aminél igénybe lehet venni a támogatásokat. Úgyhogy én remélem, hogy minél kevesebben fognak rászorulni, nem azért, hogy nekünk ne kerüljön pénzbe, hanem hiszen a cél az, hogy az emberek ne segélyből, támogatásból, hanem munkából éljenek meg. De mi biztosítani fogjuk továbbra is, még az elmúlt évekhez képest, mondom, egy még egyszer akkora összeggel a rászorultak támogatását. A testület döntött a sportegyesületek és kulturális csoportok idei évi támogatásáról is. A tavalyi esztendőben a COVID miatt csak a megítélt források felét fizette ki az önkormányzat, idénre a terv az, hogy minden egyesület a korábban megszokott mértékben számíthasson a város segítségére. 800 000 forint lesz a gyermek- és tömegsportpályázat, és 10 200 000 forint a kiemelt sportegyesületek támogatása. Itt azért meg kell jegyeznem azt, hogy a kiemelt sportegyesületek mind-mind nagyon olcsón tudják bérelni a város sportlétesítményeit, tehát ez is egy óriási támogatás a részükre. Én azt gondolom, hogy ezek az egyesületeknek a működése nagyon fontos, és remélem, hogy az ilyen módon való támogatás segíti az ő további szakmai színvonalukat, illetve a jó működésüket is. A város a közművelődési pályázat kiírásáról is döntött, és az elmúlt évekhez képest megemelte 50%-kal a keretösszeget. Ez azt jelenti, hogy eddig 2 millió forint volt a pályázható összeg, amire tolnai civil egyesületek pályázhattak. Ezt most felemeltük 3 millió forintra. Apelszofer Ágnes arról is beszámolt, hogy Tolnán is gyűjtési akcióba kezdtek az ukrán háború menekültjei számára. A városban működő karitatív szervezetek összefogásával szervezik a gyűjtést, és a segélyszállítmányt elsősorban a Magyarországra menekülők megsegítésére szánják. Olyan élelmiszereket várunk, amiket rögtön lehet fogyasztani, tehát akár tartós kenyeret, gyümölcsleveket, ásványvizet, kis kiszerelésűt, tisztítószereket, tisztálkodószereket, pelenkát, egészségügyi csomagokat, tehát olyan konzerveket, olyan
amit rögtön segíteni, vagy amivel rögtön segíteni tudunk, hiszen nincs mód ott arra a főzésre, és nincs mód arra, hogy ott ételt készítsenek. Most ilyen adományokra van szükség, ruhákat most egyelőre nem gyűjtünk, ellenben takarókat, párnákat, plédeket, matracokat, igen, tehát a közösségi médiában fogjuk folyamatosan megjelentetni azt, hogy milyen adományokat gyűjtünk, hiszen ez is változhat. Tehát lehet, hogy most éppen ilyen segítségre van szükség, de egy hét múlva már másfajta segítségre lesz szükség. A gyűjtőpontokról, melyekből a tervek szerint többet is kialakítanak, az igényeknek megfelelően Tolnaváros közösségi média felületein keresztül érdeklődhetnek a segíteni akadók, mint ahogy adod is, mikor, mi kerüljön a csomagba. A gyűjtés megszervezésében a gimnázium tanulói és a civil szervezetek segítségére sietnek. Az összegyűlt adományok elszállításáról a Caritas gondoskodik. A Bárka Biennálé keretein belül tartották meg azt a kiállítást, amit a Bárka Művészeti Szalon rendezett be a Tolnai Magházban. A tárlaton a társaság közel 40 tagjának rajzait és festményeit láthatják az érdeklődők. Lönhardt Ferenc, a szalon elnöke úgy véli, idézem, művészet nélkül lehet élni, csak nem érdemes. A kiállítás március 11-ig tekinthető meg a Tolnai Magházban. Bevillan az, hogy 1996 kora tavaszán ilyenkor arról álmodoztam, hogy összehozunk egy a megyében élő amatőr képzőművészekből egy társaságot, és megpróbáljuk, hogy mi nem menjünk közösen. Így nyitotta meg Lönhardt Ferenc a Bárka Művész Szalon legutóbbi kiállítását. A Tolnai Magház két évente ad otthont az alkotóközösség munkájának bemutatásához. A kiállításnak az a címe, hogy Tolna megyében tehát minden, ami Tolna megyében látható volt, vagy akár csak elképzelhető is, azok közül itt van jó néhány kép a falon. A mi Bárka tagjaink alkották őket valahányan, és hát itt próbáljuk bemutatni. Elég régóta járunk már ide-vissza ebbe a Bárka Biennális című sorozatban. Ezt annak idején azóta elhunyt kedves kollégánk álmodta meg, és korábban tematikus kiállításokat csináltunk, sorban 6-ot, 10 éven keresztül, és hát az időszak letelt, és most próbáljuk folytatni, és próbáljuk megszabni azt a karaktert, ami majd a következő időszakokban is a Bárka Biennálét fogja jelezni. A Bárka Művészeti Szalon 1996-ban alakult meg Tolnán. Kezdetben csak egy baráti társaság volt, majd 2000-ben vált egyesületté. Most 26 évesek vagyunk. Jelenleg a tagjainknak a túlnyomó többsége talán az egész Tolna megyei. Korábban volt egy olyan időszakunk, amikor szélesebb kitekintéssel jöttek hozzánk, Budapestről, Székesfehérvárról, Morról, Érsekcsanádról, Kecskemétről, Nagykőrösről, Kaposvárról, Bajáról, tehát többen voltunk valamikor, az egy más világ volt. Most meg pláne, hogy a pandémia is utolért bennünket, próbálunk az egymást elérőket összeszedni, és az egymást támogatóknak a segítségével csinálni kiállításokat. Ebben az évben is lesz körülbelül 5 egész biztosan csoportos Bárka kiállítás, és hát mindenkinek, a tagjainknak, ahogy tudunk, segítünk, vagy ha ő maga megoldja, akkor ő állít ki valahol, vagy az országban, vagy a megyében. Van, aki nem vállal utazást, van, aki nem vállal tömegben megjelenni, lehetőséggel élni, tehát mindenféle ember van köztünk is. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tiszteletben kell tartani mindenkinek a saját döntését, elhatározását, hogy miben, milyen mértékig vesz részt. Megértem azokat is, akik félnek, megértem azokat is, akik úgy gondolják, hogy lehet félni, de ugyan a közösségre, a társaságra, a sorstársakra szükségük van. Meg kell érteni őket, és elfogadni azt, hogy ők így döntöttek. Most megpróbáljuk ezt az évet kihúzni, úgyhogy ha szabadabbak leszünk, akkor
kiállítgatunk. Március hónapban a Szekszári Városházán rendezünk új kiállítást. Ott tulajdonképpen az ottani galériát mi avattuk föl, és azóta visszatérünk. És meghívásunk van az őszre Tamásiba, ami úgy most biztosnak tűnik, aztán a többi lehetőséget meglátjuk. Van, aki fest, van, aki rajzol, de minden tag alkot valamit, kivéve a szalon elnökét. Én úgy gondolom, hogy ha valamihez van bármi csöpp, kevés kis húzatom, az a közösség szervezése, összetartása, menedzselése. Tehát én ebben élem ki az ilyen irányú vágyaimat, és itt csupa alkotó emberrel találkozom, akikkel most mondom, hagy tudják és hadd hallják, hogy annak ellenére, hogy azt gondolják, hogy az alkotó emberrel nehéz, nem nehéz. Ha az ember megtalálja a hangot velük, akkor kenyérre lehet kenni a csapatot. Az elnök azt is elmondta, hogy a művészet szeretetén kívül mi az, ami még összetartja a társaságot. Talán még az akol meleg. Tehát az, hogy tartoznak egy olyan társasághoz, ahol az egyik kötelező parancs az az, hogy tisztelni kell az alkotó embert, a másik az, hogy tisztelni kell a közönséget, mert közönség nélkül az alkotás csak az asztal fióké. Tehát ezt a két parancsot, ha sikerül betartani, akkor működik a dolog. Én úgy gondolom, hogy lehet ugye a művészet nélkül élni, de nem érdemes. Most rövid reklám következik, majd beszámolunk a Tolnai Gimnázium röplabdásainak sikeres szerepléséről, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, maró, lézerkivágós, tancoló és élhajlítógépekre. Fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos, hegesztő, festő, szerelő, műszakvezető, minőségbiztosítási mérnök, mérnök informatikus, kereskedelmi asszisztens. Amit kínálunk, pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrier@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő kiemelt bérezéssel három műszakos munkarendben. Gépkezelő, hajlító és présgépekhez. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac.dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. Bronzérmet szerzett a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium lánycsapata a röplabda Diákolimpia megyei döntőjében. A negyedik korcsoport, azaz a 7.-8. osztályosok küzdelmét Pakson rendezték meg. Itt már javában melegít a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium röpis lánycsapata. 4 meccset kellett játszaniuk. Pakson a Deák Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka adott otthont a 4. korcsoportos röplabda lány Diákolimpia megyei döntőjének. Nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi úgymond foghíjasan megrendezett diákolimpiai versenyrendszerünk ebben a tanévben úgymond zökkenőmentesen zajlik, tehát a szeptember óta megkezdett versenyeink hiánytalanul megrendezésre kerülhettek, ezt a helyén kell kezelnünk, és örülünk a lehetőségnek. A mai megyei döntőnk, ez a röplabda lány Diákolimpia 4. korcsoportos megyei döntője, ahol is ugye a 7.-8. korosztály vesz részt a versengésben. Alapszintű versenyen 10 Tolna megyei általános iskola vett részt a versengésben, és ma az 5 bajnok jött a megyei döntőnkbe. Örömünkre szolgál, hogy a Dombóvár város környékén is megindult a röplabda, és más korcsoportokban, fiúknál, lányoknál is van résztvevő, így ma a Dombóvári belvárosi iskola először vesz részt megyei döntőn. Szekszárd város környékéről a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a résztvevő. Paks és környékén 4 csapat versengett a megyei döntőbe való jutásért, és itt 2 csapat is képviseli a város környékét, így a házigazda Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, illetve a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium. Ez idáig ugye 4 csapat, és akkor a Bonyhád város környéki bajnok, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. A lebonyolítás körmérkőzés, tehát 10 mérkőzés, mindenki játszik mindenkivel, és alanyi jogon a megyebajnok fog továbbjutni a Diákolimpia országos döntőjére, amely május közepén kerül majd megrendezésre. Kovács Lujza, Sága Norina, Babos Enikő, Tóth Olivia, Varga Adél és Tamás Panna alkotja a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium lánycsapatát. 3 összecsapás után a 4. a tét a bronzérem volt számukra. Hát a 7.-8. osztályos lányokkal jöttünk, ez a 4. korcsoportos röplabda Diákolimpia. Itt még itt is fiataloknak számítunk, mert 4 darab 7-es lány van, és 2 8-os. Az volt a célunk, hogy a játékot gyakoroljuk, tehát nem az eredmény nekünk itt a lényeg. Eddig 3 meccset játszottunk, 1-1 sikerült nyernünk, és van még egy utolsó mérkőzésünk, hogy remélem az sikerül behúzni, és akkor még egy bronzéremre esélyesek vagyunk. Hát heti 2 edzésünk van, a Tolnán a Tolnai Kulturális Központban, Lovardában tartjuk az edzéseinket, kedden és csütörtökön 3 órától. A döntő többségében a gimnáziumból járnak hozzánk a gyerekek edzésre, de van olyan is, aki külsős, tehát nem a gimnázium tanulója. És a lányok nagy része, ugye mivel 7-es, most került oda hozzánk az iskolába, ezért most kezdte ebbe a tanévbe az edzésre járást. Ahhoz képest, hogy Tolnán a röplabda nem egy meghatározó sport, azért a gimnáziumban mindig volt röplabda élet, most egy kicsit jobban kezd felvirágozni, már dolgozunk évek óta rajta, több mint 20 gyerek jár rendszeresen edzésre, és egészen meg vagyok elégedve most az edzés munkával. Hát az idei évben most a fiúk, a gimnazista fiúk megnyerték a megyei döntőt az amatőr kategóriába. Az ősszel az igazolt versenyzők között is a fiúknak, a gimnazista fiúknak második helyet sikerült végezniük, úgyhogy mostanában kezd egy kicsit jobban menni ez a játék. Mindenkinek vannak feladatai, amit meg kell
oldani. A két feladóval vagyok a legjobban megelégedve, illetve hát a szerván kell javítani, mert a szervák azok borzalmasan gyengén mennek, azok eredményesebbek tudnák lenni, ha tudnánk jól szerválni. A 13 éves Babos Enikő tavaly nyáron kezdett el röplabdázni, megszerette ezt a labdajátékot és az összetartó közösséget. Először a bátyámtól hallottam róla, mert ő is röplabdázott, és onnan hallottam, hogy milyen a közösség is, meg hogy jó a csapat, meg a játék is jó, és igazából így emiatt kezdtem el röplabdázni, és nagyon szeretem is. Általában feladó szoktam lenni. Amikor ide érkeztünk, akkor az eleje az nehezen ment, mivel meg kellett szokni az új környezetet. A második az már jól ment, mivel megszoktuk már a környezetet, és így könnyebben ment. A harmadiknál viszont már nehéz volt, mivel a bonyhádiak elég erősek, és így nehéz volt, és még mindenki feszült volt. Más sportot nem űzök, de még nem tudom igazából, hogy a röplabdában mit szeretnék kezdeni, de mindenképpen szeretném folytatni a jövőbe is. A tolnai lányoknak az utolsó meccsükön a vendéglátó deákosokat sikerült szoros, nagy csatában 3-2-re megverniük, így a Pakson rendezett tornán bronzérmet szereztek. A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium végzett a második helyen, míg az országos döntőbe való továbbjutást jelentő első helyen hibátlan teljesítménnyel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Kollégium Általános Iskola lánycsapata végzett. Már nem kell sokat várni, és újra teljes szépségében pompázik a mözsi Mercel György kertje. Az idős kertész sokszor építette át a területet, és számtalan növénynek ad otthont a ház körüli kert. Kedvence a nőszírom, amelynek számtalan változata pompázik nála. Ha idejük engedi, a tavasz beköszöntével látogassanak el hozzá. Bár az idő szürke, Mercel György kertje mégis gyönyörű színekben pompázik. A kertész szerint május környékén kell igazán életre a 7000 négyzetméternyi terület, ami négy részből tevődik össze. A nyugdíjas férfi mindezt egy személyben gondozza, de azt mondja, ez egyáltalán nem esik nehezére. A növények szeretetét egészen gyerekkorából hozza. Anyuka nagyon szerette a virágot, templomban járt díszíteni virágot, aztán akkor rám is ragadt valamennyi. Egész kiskoromban majd gyűjtöttem, Pakson laktunk erdő mellett a régi vasútállomáson, ahol van, ott laktunk a vasútállomásban, hát ott a Duna, az erdő, a hegy, a hatos út, gyereknek nagyon jó helyünk volt, és akkor odaártam az erdőbe, még onnan is van növényem, egy, ami még onnan származik, az őse, és akkor utána Kórdra kerültünk, ott is erdőnkhöz közel laktunk. Onnan van a legtöbb erdei növényem. Én csak zöldségtakon végeztem a főiskolát. Hát itt dolgoztam utána a TSZ-ben, 37 évet. Utána 5 évre elmentem nyugdíjasként már Alsó-Tengelicre, a szociális otthonba. Ott is, ott igazán jó éreztem magam. Ott egy lerobbant, elhanyagolt erdős park volt, azt kellett gatyába rázni. Hát 5 év alatt arra járnak megnézteti. Nem tudom most milyen ügyen, de akkor nagyon szépre sikerült. Amennyit csak ráérek, ilyen reggeltől estig, szinte minden nap. A szombatosárnap nem annyira, már ők az unokákkal is kell foglalkozni. De ami szabad időm van, az mind rámegy. Ha csak nem ilyen idő van, mi most. Most inkább macskázok. Nőszírom, igazából az a legszebb növényem. Hát abból van a legtöbb, van több mint 1000 fajta. Számtalan faj megtalálható a kertben, melyek többnyire erdei virágok. A kertész azt mondja, nem igazán kedveli a kényes növényeket. A
Egyik évben pár évvel előtt elszámoltam 650 faj, ez faj, de van olyan faj, amiből 1000, nem tudom, mind 1000 fajta van a nőszirmokból. Akkor van egy faj, sásliumok, abból van 450-60. Van tulipánból egy 100-110, nárciszból is egy 100-110, egy 50-60 árnyék lirium. Meg hát a többit azt nem tudom, már nem számolom a többit. Ezeket gyűjtettem. A pestek még járnak-e természetbe? Én meg egész nap itt lehetek kint igazából. A munka mindig jól esik, nem olyan túlságosan nehéz. Mercel György örömmel fogadja az érdeklődőket, látogatókat, szívesen segít bárkinek. Szoktak önni nyugdíjasok, szektárról, tolnáról. Hát sokan hívják, sok olyannak. Nyírszőlőstől egészen most a Magyaróvárig, meg voltak már Zalából is, Baranyában is van egy ismerősünk, akik meg a társasága szokott jönni. Szívesen ők bárkinek. Én szoktam mondani, nekem azért van növényem, hogy másnak is legyen. Én nem olyan kertész vagyok, hogy tényleg pénzét csinálom, vagy mert nem abból élek. Aki szereti a virágot, az jöhet akármikor. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!